Na, mit látunk? És Katya kapta a bal oldalt kékkel, és a másik kékkel pedig Gereszt kapta a jobbat. Megint sikerült egy ilyen kurva jó színösszeállításra akadnunk, hogy kék a kék ellen. Mondjuk ez a kék, meg ez a világos kék, ez mindig jobb, mint ez a, ugyanez a világos kék volt a zöldre. Hát az is összejött ez ZVZ-ben múltkor. Ja, hát ez az. Tehát, hogy megint ugyanazt a standard buildet játsszák. Mondjuk Gereszeiben nem feltétlen váltanék, mert hogy amilyen játékhelyzetet elért az a részből, annál nem tudom, hogy mit várt többet. Ja. És hogyha lenne 1000 játék, abból lehet, hogy egyszer be is jönne. Aha. Csak hogy itt ugye 5-ből kell 3-szor bejönni. Hát így van. Ja, de hát ez a, egyébként az a brutál ebben a játékban, hogy olyan baromi nagy szintkülönbségek tudnak lenni. Hogy... Tehát most itt Gereszt nem tudom én hány játékból tudna egyet nyerni Katya Keen ellen, már azzal feltétellel is akár, hogy mind a ketten ugye frissek. Tehát nem azért, mert mit tudom én, már az egyik bealszik az 1000. játéknál. Tehát, hogy hány játékot kéne játszani, és akkor Katya Keennek hány játékot kéne játszani, hogy egyszer nyerjen mondjuk egy ilyen sziki szintű, ugye nemzetközileg elismert magyar játékos ellen ZVZ-be. Szerintem ő lenne... 10-10-ből megcsinálná egyszer a dopingnál, ő azért gyakorolt. Úgy gondolod? És aha. Akkor Sziki ugyanúgy egy igazi koreai formában levő pro zerg ellen ugyanúgy hasonló esélyei lennének, tehát... Ja, azt mondjuk elhiszem. Azért ez elég jelentős szintbéli különbségek tudnak manifesztálódni. De most valahogy a Gereszt-nek van meg hamarabb a húja, ezt hogy csinálta? Hát... Nem figyelté? Nem, de neki lett készebb hamarabb. Ügyesen kattingatott. Jobban játszik. Ja, így én van. Én azt mondom, hogy valószínűleg azért, mert most jobban játszik a Gereszt. Én ezt adnám meg okként. Valószínűleg biztos lehet, hogy ennek van mások is, de én ezt neveztem meg. Nézd meg, ott vannak már a lingek. Ja. Fognak is. Mind a két oldalon meg vannak a lingek. És mind a kette... Nem! Gereszt nem vesz több linget, Katyának meg jön ki még ugye plusz 2, tehát neki 8 lingje lesz. Egyébként a chatben... Ez nem tartja vissza Gerit attól, hogy támadjon. Ez való igaz. Azért kockázatos, mert ha visszavonul, és egy pillanatra nem figyel oda, megint bezabálja őket, mint az előző meccsbe. Ja. Emlékszel, ahol Katya kijött és így megette egy csomó linget. Igen. Kapott. Hát igen, mert ott ugye leparkolt őket a Naturalnél. Megpróbálja a támadást. Na, ez ezt érdemes itt azért. Itt hagyja, csodás jobban csinál valamit, és közben bezabálják a lingeket. Ez nem jó, ez veszélyes ám. Hát bizony. Azt mondja egyébként Máté, hogy Katya Keen Sziki ellen soha nem tudna nyerni. Soha. Ennyi beáraszta a versenytársát, érted? Nem 10-ből vagy 1000-ből. Soha így van. Nyerni Máté szerint. Na, ki elkészült a leer mindkét oldalon. Nem tudom, hogy ez a Spire ott mennyire van jó helyen. Tetszik, de ez a bajtársiasság, ez a játékos közösségek soha nem tudna nyerni. Hát most nem tudom a tabellát fejből, hogy van, hogy fognak-e vajon egy csoportba kerülni. Vagy hát mondjuk, ha nem is tudhatjuk. Ezt le kéne játszani egymás között szerintem. De ezt le kell majd, hogy játsszák egymás között. Na, drónok, folyamatosan drónok jönnek Gereszttől, még Katya Keennek van egy csomó zerglinge. És már épp az utája. Azok megérkeznek. És hamarosan megérkeznek, és nincs se statikus védelem, semmi. Geresztnél csak egy supply block. De lárvája is csak most jött ki egy... Csak egy supply-jal akarja blokkolni a lingeket. Egy supply blokkot állított fel a bázisán, és gondolta, hogy ez majd kifogja őket. Hát csak az, hogy most Geresztnek lecsökkent a lingjei száma. Ez nem volt az igazi. Ez a linkezemés, ez nem volt az igazi. Te neki vége van ennek a meccsnek, jól látom, ugye? Igen, hát Katya úgy döntött, hogy... Nem szarozik, megveszi a lingeket, leveszi a Spire-t,
szomorú arc. GG. És Geresz. Hát akkor most nem láttunk mutát ebbe a meccsbe. Ebben nem láttunk mutát. Ez... szomorú. Itt nem mutatta meg az igazi tudását Geri, úgy mint az előző kettőbe. Igen. Mert ugye, mivel... ezen a pályán ugye ezt a kockázatosabb lépést meg lehetett csinálni Katya részéről, tehát pontosan tudta, hogy hol van az ellenfele, tehát nem fut abba a hibába bele, hogy kifut és védtelenül marad a bázisa, mert ugye mindkét irányba, tehát alul is meg föl is ment Lingja, hogyha ellentámadást lát, akkor azonnal tudja reagálni. Itt meg lehetett csinálni azt, hogy kimegy, oda basz. Hát sajnos. Szóval akkor Gerytől búcsúzunk. Így van, tehát neki ez volt az utolsó tehát lehetősége. Sajnos győzelem nélkül fejezte be a főtáblának küzdelmeket. Hát így van, viszont szépen megdolgozott a 0-6-ért. Jó, hát azt gondolom, igen. És hát ugye minden respektáció. Ebben a csoportban akkor kik csapnak össze, ugye a Katya Kén, a King P-vel fog összecsapni, ők már biztosan tovább is jutnak, csak a csoport elsőségért küzdenek majd. Így van, a csoport elsőség lesz a tétje, ugyanis na most már láthatják a nézők is a tabellán, hogy a B csoportban ugye most Geresz 0-6-tal, ugye utolsó helyre került, mind a két Katya Kén és King P, mind a ketten egyébként akár dobogó esélyesek is lehetnek, ha összeszedik magukat. Mindketten 3-0-ra állnak itt a főtáblán. Geresznek ugye 3 győzelme volt a selejtezőbe, tehát az azért maga mögött tudhatja. De jó van. Itt még valóban el kell dőlnie, hogy ki fog első helyen tovább jutni a B csoportból. Hát meglátjuk. Én nem tudnék mit mondani. Ugye az első helyen tovább jutó az fog a 1-es csoportba kerülni a negyed döntőbe, míg a második helyen tovább jutó fog a 2-es helyen tovább jutni. És a D csoportból reméljük, hogy Máté úgy jut tovább, hogy ezt le tudja játszani majd Katyával. Szerintem erre még sor fog kerülni valamikor. De ha nem is ott, akkor az elődöntőbe vagy valahol. Na hát, úgy gondolom egy izgalmas játéknapnak vagyunk a végén, annak ellenére, hogy 2-3-0-ás tarolást láthattunk. Azért nem volt annyira sima tarolás. Mikor lesz a következő közvetítés? A következő közvetítés egyelőre még nem tudom. Csütörtökre van betervezve, de az vagy sikerül, vagy nem. Meg oda nem jelentkezett senki. Ja, meg oda nincsen. Hát a péntekre teszed, hát ha jön valaki. Igen, mert ráadásul abban az én mérkőzésemet Máté ellen is kell majd közvetítsem, aminek bár részletekre nem emlékszem, de az eredményét tudom. De azok úgyhogy... színvonalas meccsek lesznek, tehát jó lenne, ha arra tudna jönni valami hozzáértő ember kommentálni szerintem. Ja, úgyhogy az lehet, hogy az elcsúszik péntekre, és akkor az lesz, hogy ami eredetleg péntek lett volna, az csúszik vasárnapra, ami vasárnap lett volna, az meg csúszik így hétfői napra. Mint ahogy aki hallgat minket, az jelentkezzen kommentálni azt az összecsapást. Így van. Mindenképpen jelentkezzen. Na hát... köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Nice Micro League mai adása. Én Nice Micro voltam, és itt volt velem Tapirello. És mindenkinek köszönjük, aki velünk tartott. Remélem, hogy mindenki jól szórakozott, és remélhetőleg most a technika ördöge sem fogott össze ellenünk. És elég élvezhető volt a stream minősége, és majd a föltöltött videók minősége is az lesz. Iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek a Facebookon. És... éljen a protosz nép, vagy nem tudom. És vegyetek cipőket társulatok. Sziasztok! Ciao.